most jut eszembe, hogy az imént szintet léptünk, akkor nézzük már meg, hogy mit lehet ezzel csinálni. Itt írja nekünk alul, hogy a T betűvel. Ó, de vicces. Ha, azt hittem, hogy ez csak egy póster lesz, vagy valami ábra. Ez itt nekünk a szintlépő felületünk. Mit lehet itt pontosan csinálni? Ezeket lehet fejleszteni. Hát ez kemény. Ezt azért nem nagyon szokta így engedni. Ezt most nem pontosan értem. Lehet a fő képességeket is fejleszteni, illetve innen fölvenni tulajdonságokat. Úgy értelmezem én, hogy itt most kivételesen, szintén úgy emlékszem, hogy ilyen korábban nem volt, hogy itt a fő képességekre is akár adhatok egy fontot. Ez a régi verziókban csak nagyon ritkán fordult elő. Most nem tudom, hogy rakjak-e erre, mert hogy ez később most itt nem fog megtörténni, vagy nem. És aztán, ha így húzom lefelé az egeret, akkor írdatlan mennyiségű képesség lesz elérhető. Itt látható, hogy ugye még igazából nem mutatja, bár mondjuk nem tudom, miért nem mutatja a képét, hogyha a szövegét kiírja, de feltételezem azért, mert nem felelek meg az elvárásainak. Tehát ezt például mutatja, mert a szerencsém 7-es, de mondjuk ebbe a sorban már mindegyik olyan, hogy 8-as, 9-es és 10-es értéke hozzá. Tehát itt jól láthatom a szint, hogy hányadik emelet, az azt jelenti, hogy az adott képességből hányas kell hozzá. Tehát az első oszlopban van nekünk az erő, ehhez 1-es kell, és ahogy haladunk lefelé, például ugye nekem most 4-es az erőm, ehhez már 5-ös kéne, tehát ezt nem tudom kiválasztani. A régi rendszer az ugye teljesen másmilyen volt, tehát például már ez a strongback ez azonnal választható volt. Ugye ahogy haladtunk előre bizonyos szintek szerint, ott nyíltak meg a választható képességek, hát bár mondjuk lehet, hogy ez is erőhöz volt kötve, de így most még részletesebb. Itt látható, hogy például ez a sor, ez már egy ilyen kritikus vízválasztó, itt valamihez elég a képességem, és ezekhez pedig már nem. Tehát ezeket nem tudom kiválasztani, karizma például 4-es, és nem tudom ezt megtenni. Hát ezt mindenki ugye döntse el maga saját belátása szerint, hogy mitre szeretne, hogy szeretne, mennyit szeretne tenni. Pont ettől egyedi és remek ez a dolog, hogy elég sok féle fajta karaktert tudunk benne kialakítani. Én ezt elég gyakran szoktam használni a Falloutból, korábban is ezt a pickpocketet, tehát ezt a zsebtolvajlást. Kezdetben nagyon megkönnyíti az életünket, nem egyszer, nem kétszer lehet azt, hogy egy kisebb, egyszerűbb kereskedőnek, ha eladjuk a termékeinket, akkor, vagy ha vásárolunk tőle valamit, inkább úgy mondom, megveszük a cuccokat, akkor ugye a pénz hozzákerül, a tárgyak pedig hozzánk. És hogyha utána mondjuk ilyen zsebtolvajlással visszalopjuk a pénzt, akkor az úgy elég hasznos tud lenni. Most én viszonylag nagyra állítottam a szerencsét, meg ha ezt még hozzá választom, akkor ez azért így elég hasznos szokott lenni. Tehát én szerintem ezt most egyelőre mondjuk nagyon nem találkoztam senkivel, akivel tudtam volna beszélni, vagy bármit csinálni, de azt gondolom, hogy ez idővel bekövetkezik. Úgyhogy mondjuk ez a nagyon gyenge képesség, de se baj, legyen ez. Aztán majd meglátjuk. Ja, és itt látható alul következő szint, tehát minden ilyen képességnek több szintje van. Aha, hú, de király, hát elég sok pontot el lehet ráosztani. Tehát, hogy alap első szintje 25, második 50, harmadik 75%-os esély, és a negyedik, az pedig kétszer olyan könnyű, mint eddig. Ja, igen, mert 100%-kal növekszik a képesség. Jó, hát akkor ez most a 25%-kal nagyobb esély. Azt sem tudom, hogy egyébként enélkül lehet-e egyáltalán zsebtolvajlást csinálni, vagy sem. De mivel egyelőre itt még annyira az elején vagyunk, és olyan túlzottan giganagy dolgokról nem kell lemondanom, ezért szerintem, de mondjuk ebből a szempontból jó, szerintem minden bizonyal úgy gondolom, hogy ezeket a képességeket is bármikor tudjuk majd emelni, vagy növelni, mert hogy különben ezeket nem érnénk el sose. Tehát, hogyha valaki úgy állította be, hogy mondjuk éppen az egyik tulajdonság az túl alacsony. Úgyhogy ez nekem elég szimpatikus, tehát ezeken úgy emlékszem tényleg, hogy a régebbi változatokban ezeket a fő képességeket, mit tudom, 10 szintenként talán egyszer tudtuk, vagy szóval nagyon ritkán voltak valami figurák, vagy nem tudom, mit kellett gyűjteni, hogy magasabb képességünk legyen. Ez tök jó, hogyha most ezeket lehet fejleszteni, mert azért nem mindegy,
hogyan tud haladni az ember, csak hát ugye le kell mondani, hogy vagy ezt fejlesztjük, vagy a skilleket. Hát ez egy ilyen örök dilemma, úgyhogy nem is tudom, ezért kínlódok itt én is. Na jó, mindegy, majd eldöntöm, aztán megyünk tovább.